Szevasztok, Kolmi vagyok, és ma egy eléggé érdekes bugot szeretnék megmutatni a Cségóban. Ez tudom furcsa, hogy én ilyen videót töltök fel, de azt gondoltam, hogy ezt most megmutatom nektek, mert ezt nem gondoltam volna, hogy működni fog, de működik. És ezt most egy kicsit olcsóbban fogom demonstrálni magtenekkel, és most képzeljük el, hogy mi CZ Tuxedo-t akarunk nyitni. Na most, először is, ez itt tök jó meg minden, látjátok, meg is vettem. És semmi más nem kell csinálni, csak simán trade-up-oljuk. Szépen tegyük be, mindegyik. Itt még semmit se kell csinálni, mielőtt bárki gondolná, tehát nem abban van a trükk, hogy hogyan kell betenni. És hát akkor simszezzünk magával a trade-up-val. Na, most itt az lesz a trükk, hogy megnézzük, hogy mit kapunk, és még mielőtt leokézná nekem a játék és megmutatná, tehát úgy kb. Valahol itt, gyorsan visszaskippelünk, és akkor bementünk a Team Inventoringba, ami Cségó, és most újra tudjuk kezdeni a trade-upot, és nem ugyanazt kapjuk. Vagy hát kaphatjuk persze ugyanazt, de újra fogja generálni a játék. És hát akkor most kezdjük el újra. Most nincs nagyon kedvem sokat festegetni a kontrakton, úgyhogy ez látszik is. És hát, ja, megkaptuk a CZ-75 autót. Erre vártam, ráadásul ennek valami baszott jó flott vegyűje lehet. Szóval lent a leírásban hagytam egy linket egy nem nyilvános videóról, ahol elmagyarázom nektek, hogy hogyan kell beállítani a csét, hogy így működjön, mert igen, sajnos megint baszakodni kell a game fájlaival, de nem baj, annyira nem nehéz, szóval tényleg ajánlom, hogy menjetek bele és nézzétek meg, hogy hogy működik. Én Kolmi voltam, és találkozunk a lenti videóban.